Sziasztok! Kipróbáltunk két fejhallgatót, amiket úgy hívnak, hogy Sennheiser HD 221, ő az, és Sennheiser HD 231i. Mindkettőjükről elmondható, hogy úgymond kici, ócó, illetve egész jó szó. A HD 221 nem tartalmaz mikrofonos headset modult, a HD 231i viszont igen. Ez hosszú távon nagyon lényeges eltérés, ugyanis aki szokott telefonálni, annak nagyon hasznos ez a fejhallgató. Aki nem szokott, az meg jól jár ezzel is, de mi inkább ezt javasoljuk két okból. Az egyik a modul nyilván. Ezt egyébként, hogyha laptopra dugjuk, akkor Skype-on is tudunk vele. De ami fontosabb, hogy a HD 231i az kifinomultabb hanggal rendelkezik. A HD 221 is jól szól, de kicsit fedett, kicsit tompa. Ebben sokkal több részlet van. Egyébként karakteriket, illetve nagyon-nagyon hasonlóak a CX 1.0, 2.0 típusú fülhallgatókhoz. Egészen érdekes, hogy a Sennheiser sikeresen alkalmazza ugyanazt a hangzásvilágot egy agybadugós fülesbe és egy normál méretű típusban is. De hát ez a dolgok, specialisták, mindegy, a lényeg, hogy amit ki lehet hozni ebből a 15-20 ezer forintos kategóriából, azt ők lényegében meg is oldották. Két dolgot hiányoltunk, az egyik az a moduláris kábel, sajnos ezt nem lehet kihúzni, illetve bármilyen védőtok vagy szütyő mellékelése. Ez a műanyag ez jó minőségű, de azért egy óvatlanul otthagyott kulcscsomó vagy egy éles köröm hamar megkarcolhatja. Úgyhogy hosszú távon bármiféle tároló alkalmatosságot még érdemes hozzájuk beszerezni. Mindent összevetve a HD 221-et inkább hobbi célra tudjuk javasolni azoknak, akik késő este már nem akarják a szobatársukat, lakótársukat, hozzátartozójukat felébreszteni, megzavarni, és a laptopra vagy tabletre rákötve szeretnének egy fülest, ami kicsi, hordozható, és lehet vele filmet nézni, YouTube videókat nézni, MP3 zenéket hallgatni. A 231 kvalitása ennél egy kicsit feljebb található, magyarul nagyobb bitrátájú MP3-ak is szóba jöhetnek, illetve több zeneiséget kapunk, több részletet kapunk, egy picivel hifisebb jellegű hangot kapunk, és hát nyilván ami nagyon nagy előnye ennek a típusnak, hogy jól lehet használni utcán telefonálásra. A Sennheiser nem csak fejhallgatókat, hanem mikrofonokat is gyárt, és ez megmutatkozott ebben a típusban. Nagyon jól értette beszélgető partnerünk a vonal másik végén, hogy miről beszélünk éppen, akkor is, hogyha éppen tömegközlekedésben voltunk, és ezek a párnák az árhoz mérten tűrhető zajszűréssel rendelkeznek, úgyhogy akit zavar például az Apple gyári fülhallgatója, hogy túl sok zajt beenged, annak valóságos áldás lesz egy ilyen típus, végre érteni fogjuk, hogy mit mondanak a vonal másik végén. Ennél még sokkal többet elárunk mindkét fejhallgatóról, hogyha kíváncsiak vagytok rájuk, akkor olvassátok el a róluk készült cikket, hogyha pedig további hifi, házimozi, fejhallgató, fülhallgató újdonságra vagytok kíváncsiak, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és kövessetek minket Facebookon. Sziasztok!